Sziasztok, Hűi jó hangosan. Ez egy jó hentes? Hangos vagy? Szerintem. Ne. Nem. Azt mondja, hentes nem vagyok. De furcsa hangunk van, nem? Korán keltünk. Neked jól hangzik valami? Nekem a hangomban lehet. Hello. Na sziasztok, puszi mindenkinek, ez itt a Tandoori Szalámi. Tilost hallgatjátok, FM 90.3. Te valahol indul. Ez indul. Indul. Gerjed. Ugye, én is azt mondom, aha, hogy furcsa hangunk van. Nem kellett volna beköszönni. Nem, csináljuk azt, hogy gyorsan, akkor elmondom a lényeget, aztán még zenélsz egy kicsit, addig ezt megoldjuk. Ja. Jó. Na, sziasztok, drága hallgatók, mint mondottam, a Tandoori Szalámit hallgatjátok, a tilos... Aha, jó, jó, ezt a gombot kellett megnyomni, aha. De miért? Mit nyomtál meg? Ezt. Ezt, jó. Hagyd benyomva. Na, ott tartottam, hogy Tandoori Szalámi, tilos, ez megvolt. Bocs, hogy múlt héten nem voltunk, cseréltünk az olasz adással, most akkor így leszünk megint, hogy akkor mi vagyunk kétszer, aztán visszaáll a szokásos egy héten ők, egy héten mi vagyunk rendszer. Na tehát ma reggeli kedves vendégünk Pivko Krisztián. Szia Krisztián, köszi szépen, hogy ilyen korán fákáltél és bejöttél a műsorban. Szia, üdv a hallgatóknak, köszönöm a meghívást. Itt van még egyébként Hentes, szia Hentes. Hello. És téged üpem. Juli nincsen, és a hallgatók kérdezték, hogy hol van Juli. Nem van itt, Londonban van. Aha, de mindenkit csókoltat. Hanyatlan nyugat. Na ez megy. Na szóval Krisztiánt azért hívtuk meg, mert ő rohadtul ért egy kérdéshez, amit én nem is tudtam. Képzeljétek el, hogy van egy kérdés, ami engem a 90-es évek óta foglalkoztat. Akkor ültem egy irodában, ahol akkor dolgoztam, és hát munkahelyet természetesen újságot olvastam, és abban olvastam először arról, hogy pár év múlva lesz olyan, hogy bárhol rá lehet gyújtani, nem kell hozzá cigi, hanem kis elektromos cuccot az ember a szájába dug. Na itt a jövő srácok, csajok, ez elérkezett már az elektromos cigarettáról. Jó, mondom? E-cigi? Ez így. Terminus technikusként megállít. Tehát az e-cigiről fogunk beszélgetni. Még egy pár perc türelmet kérünk tőletek. Hentes, addig zenél egy kicsit, és már is jövünk. Na sziasztok! Ez itt a Tandoori Szalámi, a Tilos Rádion, FM 90.3. És akkor csapjunk gyorsan bele, az e-cigiről lesz ma reggel szó. Vendégünk Krisztián, aki ennek a témakörnek szakértője. A bevezetőben említettem, hogy a 90-es évek végén olvastam erről először, és ott a cikkben, amit olvastam a rajzon, még ez a pici, hagyományos cigaretta alakú e-cigaretta szerepelt illusztrációként. Elem az utóbbi években azt vettem észre, illetve nálad is egy ilyen mini erőművet látok, hogy ez már nem hasonlít. Biztosan tudod, hogy hogyan zajlott le az evolúciója az elektromos cigarettának. Mesélj már el nekünk valamit, kérlek. Hogyne. A 90-es években én még eléggé aprócska voltam, úgyhogy azzal én nem találkoztam, de az tudva levő, hogy eredetileg már a 60-as évek Amerikájában volt olyan szabadalmi beadvány, ami működési elvében szinte 100%-ig megegyezett a ma kapható elektromos cigarettákkal. Akkoriban a kor nem nagyon cuppant rá erre a dologra, úgyhogy nem lett belőle semmi, de mostanára egy jó 10 évvel ezelőtt Kínából ismét elindult a kezdeményezés. Kínából indult el ezúttal a dolog, igen. És innen indult a, mondhatni, a diadal útjára az elektromos cigaretta, és valóban, ahogy kérdezted, hogy ez egy kis picurka mityűr volt, az első generációs készülékek azok megpróbálták minél inkább imitálni külsejükben a hagyományos cigarettát, méretükben akkorák voltak, mint egy king size cigi, pofára is úgy néztek ki. Hát nyilván, mivel egy elektromos eszközről van szó, ezért az akkumulátorkapacitás olyan kis méretben igencsak véges, és az után töltő folyadékból sem sok fér egy ekkora készülékbe, ezért aztán az elmúlt évek alatt természetesen elkezdték fejleszteni ezeket az eszközöket, és ez két oldalról indult el. Egyrészt a gyártók keresték a lehetőséget, hogy nagyobb kapacitást és jobb teljesítményt hozzanak ki ezekből az eszközökből. Másrésztről meg érdekes módon maguktól az elektromos cigaretta felhasználóktól, a vaperektől is visszacsordogálta a kutatásfejlesztésbe egy csomó ötlet, mert hozzá elektronikához, mechanikához, esztergáláshoz, ilyesmihez értő elektromos
cigaretta felhasználók, elkezdtek otthonok is műhelyükbe kísérletezni, hogy hogyan tudnának mégis nagyobb teljesítményű készülékeket. Szóval ez a teljesítmény miatt ekkora? Alapvetően igen, és ezek a házi barkács készülékek, amik az elején elkészültek, ezek kapták a kerességben a mod, mint modification nevet, és ez, amit most itt látsz előttem például, ez egy harmadik generációs mechanikus mód készülék. Szép úgy néz ki, mint mondjuk a Jedi iskolában az első két osztályban ilyet használnak a gyerekek fénykarnak körülbelül. Igen, ez egy méretes darabját, és említsük meg a kettő között lévő második generációs eszközöket is, tehát ugye az első generációsok voltak ezek a nagyon kis teljesítményű cigarettát imitáló készülékek, a második generációs készülékek voltak azok, amik már egy nagyobb kapacitású akkumulátorral, inkább ilyen tollszerű tollméretben jöttek elő, ezeknek tulajdonsága volt, hogy már újra lehetett tölteni rendesen a folyadék tartályát, és hosszabb ideig lehetett használni a nagyobb kapacitást. Pillanatra közben kell, hogy kérdezzek, elhangzott már, hogy akkumulátor, folyadéktartály, csak hogy pontosan értsük a működési elevet, tisztázzuk már, hogy hogyan lesz füst és nikotin ebből a fénykardból. Füst nem lesz belőle, az csak úgy látszik. Imitálja, igen. A működési elve alapvetően nagyon egyszerű, van egy akkumulátor, és van egy fűtőszálunk, ami egy fém húzal, és az akkumulátor, illetve az áramkör zárásával elkezd melegedni ez a fém húzal, és a fém húzalhoz valamilyen módon a kazánban megvan oldva, hogy az utántöltő folyadékot, ami alapvetően a párát képezi, de ez sem teljesen pára, de majd kitérünk rá. Tehát a fűtőszára vezetett utántöltő folyadékot melegíti ilyen 60 fok környékére a fűtőszál, és ez kezd el párologni, és egy ilyen fűszerű textúrát képez a melegítés hatására. Ez az alapvető működés. Fűszerű textúra, nagyon szépen mondtad. Az a trükk egy... Ez nem füst, igazából hanem pára? Nem, ez nem füst, itt égés nem történik, semmi nem ég el, pont ez az egyik legjobb tulajdonsága neki, mert hogy a hagyományos cigarettával ellentétben holott ugye a dohány elégetésével az égetés miatt felszabaduló csomó vegyület és gáznemű holmi, amiről tudjuk, hogy kifejezetten káros, az itt nincsen meg. És itt nem füstről van szó, itt az alapvető összetevője az utántöltő folyadéknak, ha már erre a témára értünk rá, a látványtechnikában és a szórakoztató iparban is előszeretettel használt propilenglikol és növényi glicerin, ami hő hatására egy ilyen, mint szó ismételjek, textúrát, tehát fűszerű textúrát képez. Alapvetően, tehát ez nem egy olyan párát kell elképzelni, mint amikor az ember bemegy a szaunába, és ilyen nagyon páradús a levegő, vagy az állatkertben a növényházban, mert hát annak nem nagyon van dohányzás élménye, és ugye ennek az eszköznek pont az a lényege, hogy megfelelően imitálja a dohányos számára a dohányzás élményét ahhoz, hogy ne akarjon inkább rágyújtani. És akkor ez a tárolóeszközben, ez a varrógépolajszerű dolog, ez a folyadék, amit töltögetsz. Igen, ez az utántöltő folyadék. Igen. Na hát és ez a propilenglikol és növényi glicerin, ami egyébként az élelmiszeriparban és a kozmetikai iparban is előszeretettel használt adalékanyag, mert ilyen száradásgátló nedvességtartó hatása van. Ez adja igazából ezt a fűszerű kinézetet és a fűszerű érzést. Ezen kívül pedig ugye vannak benne még adalékok, aromák, hogy legyen valami íze is, kellemesebb legyen, plusz opcionálisan a nikotin. Ez opcionális? Alapvetően igen. Értek, egyetlen még nem értek mindent, de kezdek egyre jobban érteni. Említetted, pontosan ezt a szót használtad, hogy diadal útjára indult, viszont mi már beszélgettünk egy pár szót a műsor előtt, illetve a szünetben, ez a diadal mellett, mintha megtörni látszana. Hát ez egy kétoldalú dolog, attól függ, hogyha nézed a médiában, vagy hallgatod, olvasod a médiában megjelenő cikkeket, akkor ez egy eléggé bajos képet fest a dologról, meg hogyha nehogy Isten rajta tartod a szemed a világszerte zajló szabályozási folyamatokon, akkor ez szintén nem egy rózsás helyzetet próbál festeni, de alapvetően arról van szó, hogy az elmúlt néhány évben, tehát elektromos cigaretta nagyjából, úgy Isten igazából az elmúlt 7 évben kezdett el robbanásszerűen terjedni, és a számok azt mutatják, hogy például az előző 2 évben évente meg 4-szereződött a felhasználók száma. Tehát én a diadalmenetet úgy értem, hogy mostanra ért el egy olyan kritikus tömeget az elektromos cigaretta felhasználók tábora, amit már nem lehet csak úgy egyszerűen lepöccinteni cinikusan a pályáról, és nem lehet mindenféle őrületet keresztül vinni.
mint amit olvashatunk a sajtóban. A sajtó egyébként rettenetesen szereti ezt a hisztéria keltő és a negatív dolgokat megközelítő témákat fölkapni, nyilvánvalóan bulvár jellegű. Mert hogy betiltották itt, meg ilyen anyag van benne. Betiltották, róm van benne, stb. Tehát igen, ezeket a kicsemegézett, kiollózott tálalás függvényében akár rémisztő dolgokat szeretik világá kürtölni. Ezzel szemben az igazság? Ezzel szemben az igazság az, ez egy nagyon messzire vezető kérdés. Napokat lehetne erről elbeszélgetni akár, úgyhogy megpróbálom kicsit kompaktabban összehozni a dolgot. Az igazság az, hogy ha meghallgatjuk a szabályozó szervezeteket, meg a WHO-t, meg ezeket az emberkéket világszerte, akkor ők évek óta ugyanazt szajkózzák. Az első érvük az elektromos cigaretta ellen az az, hogy nem tudunk róla eleget. Ez alapvetően szemenszedett hazugság. Az elmúlt 4-5 évben kijött legalább 800 tanulmány, ami a tövéről hegyire átolcetik, végigveszi az elektromos cigarettát, a hatását különféle sejtekre, a benne lévő kibocsátott anyagokat használat közben, stb. Tehát azt állítani, hogy nem tudunk róla eleget, az badarság. A másik, amit előszeretettel hangoztatnak, az az, hogy ez kapu a dohányzáshoz. Tehát az elektromos cigarettától az emberek dohányozni fognak. Ez hoppá, valami gombot nyomogatsz. Jaj, hentes. Ne küldjük el a pulttól? Szerintem ne, jobban járunk a marad. Jó, oké. Okay. Most hallod, nem? Most csak ne nyomogatsz. Hallom mindent. Sok gombban itt. Tehát a másik, amit előszeretettel hangoztatnak, az az, hogy ez kapu a dohányzáshoz. Ez már csak azért sem igaz, mert ha megnézzük, általában ugyanezek a szervezetek hozzák ki évről évre a dohányosokról készült statisztikákat. És hogyha azokat a számokat veszük, hogy évről évre megnégyszereződik az elektromos cigarettázók tábora, és menet közben folyamatosan stagnálást és csökkenést lehet látni a dohányosok számában a statisztikákban. Ez komoly? Tehát a dohányosok száma csökken? A dohányosok száma csökken, erre még sokkal érdekesebbet is fogok mindjárt mondani. A dohányosok száma csökken főként a nyugati világban, keleten reneszánszát éli, úgyhogy ez egy kicsit fordít a számokon, de alapvetően nyugaton évről évre csökken a dohányosok száma, és közben hozzáveszünk azt is, hogy az elektromos cigarettázók száma nő, akkor talán némi hatása. Valami számadat van esetleg a birtokodban, vagy Európában körülbelül, vagy a világon hány cigiző van? Magyarországon a felmérések szerint nagyjából 100 és 200 ezer közé tehető az elektromos cigarettázók száma. Ez egy összemosott szám, tehát ebben benne vannak azok, akik csak elektromos cigarettát használnak már, tehát a dohányzást abba hagyták, és illetve azok is, akik kettős felhasználnak. Ennyi szavazóban már be lehet jutni a parlamentbe. Ez egy nagyon nagy szám egyébként, és sokkal jobb helyzetben lennénk, hogyha ezek az emberek mind aktívak lennének az ügy szempontjából, de hát sokan nem aktívak. De hogy még számokat mondjak, Európában 10 millióra tagsálják az elektromos cigaretta fogyasztók számát. Tehát én úgy érzem ezzel az egész kapcsán, hogy elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor a szellem már kim van a palacból. Tehát most, hogy így beszélgetünk ugye a sajtóról, a betiltásokról, a mindenféle elrettentő hírekről, a szabályozó szervekről, hogy én úgy érzem, hogy eljutottunk ahhoz a pontig, amikor már elérte azt a kritikus tömeget az elcigisek száma. Hogy ezzel már valamit kezdeni kell. Hogy nem ezzel, hanem ha ezt az ellenszelet, amit most produkálnak az elektromos cigaretta ellenébe, hogyha ezt 2-3 évvel ezelőtt teszik meg, akkor sikerrel elkaszálhatták volna ezt az egész úgymond mozgalmat. De mostanra már túl vagyunk ezen, és szerintem kín van a szellem a palacból, és már nem lesz olyan könnyű dolguk, hogy a szőnyeg alá söpörjék ezt az egészet. Beszélgettünk a magyar szabályozásról, és hogy itt is azért számos anomáliát lehet felfedezni, illetve hogy a magyar forgalmazók gyakorlatilag külföldre kényszerültek. Ennek mi áll a hátterében? Ennek az áll a hátterében, kérlek, hogy 2012-ben, ez megint egy vaskos téma egyébként, de 2012-ben az EMMI-ből Szócska Miklós alól átment egy fax a NAV-ba, ami azt mondta, hogy a GEMSZI állásfoglalása alapján, jogértelmezése alapján a nikotinos elektromos cigaretták azok gyógyszernek minősülnek a gyógyszertörvény alapján, ezért lesz szíves a NAV eljárni és ellehetetleníteni ezeknek a termékeknek a forgalmazását, mert hogy ezek csak gyógyszertárban lehet majd cigit kapni.
Igen, ilyen felütések is voltak. De ugye innen kezdődött ez az egész dolog. És ennek az lett a vége, amit ugye a médiában is láthattunk, hogy lefoglalások történtek, a NAV egy ilyen pár hónapig őrjöngött a sajtóban nagy büszkén, hogy hány milliós lefoglalások történtek, bíróságra citáltak cégeket emiatt, és a hivatalos álláspont az az, hogy a nikotin tartalom miatt gyógyszernek minősül ez. De várjál, előbb mondtad, hogy nem is nikotin tartalmú egy csomó ezek közül, az adalékanyagok közül. Egy csomó nem, ezekkel nem tudnak mit kezdeni, tehát ezen nem tudnak még fogást találni. A nikotin egy opcionális összetevő. Viszont a nikotinnak megvan az a jó tulajdonsága, hogy kifejezetten azoknál, akik most gondolkoznak azon, hogy kipróbálják az elektromos cigarettát, tehát dohányosok. Akár tehát a szokás hozzá... elősegítő céllal, vagy... Itt megragadnám az alkalmat, és elmondanám, hogy a nikotin, az elektromos cigaretta nem lesz oktató eszköz. Az elektromos cigaretta az egy szabadidős eszköz, egy fogyasztási cikk, ami dohányosoknak készült arra, hogy a közismerten káros szenvedélyüket egy kevésbé káros alternatívára cserélhessék. Tehát alapvetően itt erről van szó, ez fontos megegyezni, mert hogyha belemegyünk abba... Tehát nem lesz oktató eszköz. Nem lesz oktató eszköz, mert ha belemegyünk abba, hogy ez egy leszoktató terápiás eszköz lenne, akkor már egészen más dolgok vonatkoznak rá. Tehát hol tartottunk? 2012 szabályozás. Igen. Oda rakotta. Megindult a nagy magyar boszorkányüldözés itthon, ugye lerazziázta a NAV vagy MC-vel a cégeket, és azért nagyon sok vállalkozó arra kényszerült, hogy áttelepítse környező országokba a cégét, ahol ilyen őrület nem zajlik, és boldogan árulja online tovább a termékét. Online. Uh-huh. Értem. Mondtad, hogy a nikotin opcionális. Ez úgy van, hogy bemegy az ember, vagy oké, felmegy a netre, és akkor rendelek akkor két nikotinost, meg három cseresznyeízőt, vagy a cseresznyézőbe is belet tenni a nikotint, vagy te rakod bele magadnak, vagy ki teszi bele a nikotint? Nagyjából pont ezek, igen. De először tisztázzuk, hogy miért van az elektromos cigarettában nikotin. Ugye a dohányos szervezete hozzá van szokva ahhoz, hogy a dohányos füstölése során nikotin jut a szervezetébe, van egy viszonylag állandósult nikotin szint annak függvényében, hogy milyen erős cigarettát fogyaszt. Tehát ennek a megvonása elvonási tünetekkel jár. Nyilvánvalóan, hogyha egy más eszközre próbálsz áttérni, akkor szeretnéd az elvonási tüneteket csökkenteni, és ugye pont erre szólna a nikotin, hogy a véredben lévő nikotin szintet valamelyes fönntartsa. Egészen másképp működik egyébként az elektromos cigarettában a nikotin, mint a hagyományos. Másképp szívódik fel? Teljesen másképp elegyedik ebben a úgymond párában, egészen másképp szívódik föl ebből a párából, és a kifújt gőzben is másképp van jelen, pillanatok alatt elillan, és nem keringott órákig, mint ahogy a füstben is. Viszont egy fontos aspektus a nikotinnak az elektromos cigarettában az, hogy ami a dohányzásnál nincs, az úgynevezett torokhatás. A torokhatás, ami ez a kifejezést az elektromos cigaretta kapcsán szokás használni, ez az az érzés, amikor szívsz egy slukkot, és egy kicsit megüti a garatodat, uh-huh. ahogy megkaparja. A nikotin legfontosabb szerepe, amellett, hogy egy minimális nikotin szintet a véredben fönntartson, és ezáltal megakadályozza az elvonási tüneteket, az ez, hogy ezzel is jobban közelít a hagyományos dohányzás élményéhez, hogy van a garatodban ez a kis ütős Értem. Dolog. És készültek erről egyébként tanulmányok, dr. Farsalinos, egy görög kutatóorvos nagyon sok ilyen tanulmányt készített, és ők arra jutottak, hogy egy hasonló, nagyjából hasonló erősségű elektromos cigaretta és hagyományos cigaretta fogyasztása esetén több mint 30 percig kell egyfolytában szívni az elektromos cigarettát ahhoz, hogy annyi nikotin felgyűjjön a vérkeringésedben, a vérplazma nikotin szintben, mint egy szál cigaretta elszívásával. Ez most jó, vagy nem jó? Ez most jó, tehát... Okay. Én emlékszem még a dohányos korszakomra, én maximum 2 perc alatt elszívtam egy cigarettát, úgyhogy ehhez hasonlítva, ha ahhoz hasonlítom, akkor 15-ször lassabban jut a szervezetembe a nikotin. És még sincs meg a hiányérzet, hogy... Még sincs meg a hiányérzet, és ez egy nagyon érdekes tulajdonsága, hogy dohányosként én emlékszem, amikor menni kellett, repülni kellett, várni kellett valamire, el sem tudtam képzelni, hogy... Mond.
hogy egy busz megállóban ne... Repülés? Ne fékeljek fel. Igen. Repülés, hogy órákig nem gyújthatsz rá, tehát így remegsz, várod a pillanatot, hogy rágyújthass. Mióta elektromos cigarettázom, ez így megszűnt. Tehát az, hogyha 2-3 óráig nem jutok hozzá, teljesen hidegen hagy. Ha lemegyek a boltba, nem viszem magammal, mert minek, ha hideg van, akkor pláne, mert nem húzom elő a zsebemből a kezemet. Tehát egész másképp fejtik. Akkor te nem az anyagbakasztós típus vagy, aki mindenhol viszi magával, és akkor mindig ott lóg a nyakába is. Én azért nagyon szeretem a kis eszközömet, és igyekszem mindenhol magammal vinni, de vannak olyan alkalmak, amikor nem. Ja, és itt még azért hozzátenném azt is, hogy a legjellemzőbb az elektromos cigarettások között az az, hogy ahogy minél többet használják az eszközt, elkezdik csökkenteni a nikotintartalmat. Szokik hozzá a szervezetük, és már nem kell annyira a nikotin. Én például tudom, hogy ez a szám sokat nem fog mondani, csak az arányokhoz képest, amikor elkezdtem elektromos cigarettázni, akkor én 24-es erősségű folyadékkal kezdtem el, ami nekem, mint erős dohányosnak kellett. Pont ezért baj egyébként, hogyha a nikotinos oldalról bolygatják ezt az egész történetet, mert azokkal szúrnak ki leginkább, akik a leginkább rá vannak utalva, leginkább rabjai a dohányzásnak, leginkább függői a nikotinnak. Na, ehhez képest 3 évvel később most 6-os erősségű leves szívok, tehát alapvetően... Négyszer gyengébb holmit szívok, és időnként már nullásat is szívok, és azzal is el vagyok. Bocsánat, mondtad, hogy ez rekreációs eszköz, egyáltalán nem leszoktató terápiás, stb. Te mégis, ha jól tudom, 20 év után abba hagytad a dohányzást. Igen. Nyilván köze volt hozzá. Igen. Tehát azért segített a leszokásban is, még akkor is, hogyha ez egy rekreációs eszköz. Azt mutatják a dolgok, hogy igen. Tehát én ezt úgy fogalmaznám meg leginkább, hogy ez egy kevésbé károsabb alternatíva, mint a dohányzás, ami mellett röhelyesen triviális lesz a felhasználó számára, hogy egy életre letegye a cigarettát, mert nincs miért használni, értelmét veszti, és nagyon kellemetlen íze van mellette. A cigizésben nincs, bocsánat, a cigizésben benne van az egésznek a feelingje, vagy? Feeling, hát igen, van egy ilyen mozdulat, sor, megszokott, előveszi az ember, azért némi közösségkovácsoló erő. Igen, az egy dolog, de azt gondolom elcigivel is lehet csinálni, de itt igazából kimegyünk el cigizni a WC-be. Rituáléről beszélek, hogy előveszi, kicsit így megpöcögteti, kinyitja, kiveszi lazán, már érzi fejben, hogy ezért milyen jó lesz, mert mindjárt jön a szájában. Tehát, hogy de gondolom, akkor ezzel is meg lehet. Lepöccinti azért, tehát, hogy... Pavlo kísérlet azért az bizonyítja, szerintem itt is előfordul, hogy már előveszed reggel, elkezded összeszerelni, nem tudom, mit kell vele csinálni, vagy befűtöd, bedugod a konnektorba, hogy na mindjárt beleszívok, és akkor is meg lehet ez az érzés. Hát aki a dohányzásban a pszichés függősége, a babrálásban topzódott a leginkább, az elektromos cigarettával is megtalálhatja ezt, mert ugye rengeteg apró alkatrészből álló dologról van szó, úgyhogy bőven van mit babrálni rajta. Tessék, babrálás is megvan. Okay. Kedves hallgatók, Pivko Krisztiánnal beszélgetünk, adás telefonszámunk 2-15-37-73. A chat falunk nem tudom, hogy működik-e, mert nincs számítógép. Mindjárt jövünk vissza, egy kicsit zenélünk. Ez bárhol lehet? Bárhol, bármikor? Jogilag. Igenis, és nem. Elcigi. Hallgatók, az e-cigi a téma még mindig. A dohányzásról szóló törvény egyértelműen meghatározza, hogy mi az a dohányzás, ugye a dohány feldolgozott dohánytermék elégetéssel történő füstképzés, stb. Mivel itt erről nincsen szó, ezért jogilag ez nem dohányzás. Alapvetően elvileg mindenhol lehetne használni, ahol cigarettázni nem lehet, de egy csomó helyen betiltják. De hogy? Kirakják a e-cigiát húzva logót, vagy mi? Alapvetően igen, tehát nyugaton kórházakban jellemző az, hogy egyre több helyen tiltják be, itthon például a BKV tavaly nyáron betiltotta. A BKV egyébként egészen jól járt el, mert általában blőd indokokra hivatkozva tiltják be a használatát bizonyos helyeken. A BKV adó elkerülés?
nem ennyire blőtt, hanem... Nem fizetsz jövedéki adót a dohánytermék után. Azt a felét szokták megfogni, hogy úgy néz ki, mint a dohányozna, és nem akarják, hogy úgy látszódjon, mint hogyha ott dohányoznának. Alapvetően, hogyha, ahogy te említetted, egy ilyen lézerkarddal a kezemben gőzpamocsokat eregetek. Amit hozzáteszed a szádhoz, ugye? Igen, igen. Tehát úgy nézek ki most, mint aki dohányzik. Igen, az van, hogy... Nekinek egy csöveki a szájából. Valójában inkább a pipázásra hasonlít. Egyébként konkrétan. Igen, ezek, pláne ezekkel a nagyobb készülékekkel... Olyan elcigi nincsen, ami még konkrétan pipának... Pipa. De van. Pipaszerű módkészülékek vannak, nagyon gyönyörű készülékek vannak, amik tökéletesen úgy néznek ki, mint egy pipa. Sőt, érdekes aspektusa, hogy az egyik ilyen pipa készítő emberke, ő magyar. Tehát honi készítésű e-pipákat is lehet kapni. Kézműves pipa? Ezt nem tudnám nekem megmondani, mert kézben még nem fogtam, csak képen láttam, de nagyon szép. Tehát ezek, ahogy a régi, ezek is polírozott, rózsafás, mindent. Nagyon... Visszatérve a BKV-re, és akkor a BKV mivel indokolta ezt a dolgot? A BKV azzal indokolta a dolgot, hogy rengeteg panasz érkezett, hogy az utazó közönség résztvevőitől, hogy őket zavarja, hogy a zárt térben, a járműveken egyesek elektromos cigarettáznak, és ez az érv, ez speciál, tökre megérthető, tehát ezzel semmi probléma nincs, szerintem. Én is úgy tudom, hogy brit mozikban azért tiltották be, mert hogy a hátulülők nem láttak a fűszerű textúra képződménytől. Ebben is van valami, tehát tényleg, hogyha én bemennék moziba, én mint ecig is nem szeretném, hogyha azzal rontanák el az élményemet, hogy előttem egy köbméter gőzt eregetnek ki, és kitakarják a főhős, miközben éppen a legfontosabb eseményen halad keresztül a sztoriban. Valóban vannak olyan, de ez alapvetően etikett kérdése. Hát így az ecig. Gondolom, ez is formálódik már, ez a persze. Az ecig is közösségben azért alakul ez a dolog. Persze nyilvánvalóan, mint minden közösségben, itt is vannak renitensebb emberek, akik szeretik pukkasztani a polgárt, de hát ne egy ember alapján ítéljenek meg egy közösséget. Itt egy, bocs. Gomb. Bocs. Már hogy olvasom közben a chat. Ne lehet, van chat? Mhm. Basszus. A jobbaknál, akik fizetik az internet adót, azoknak van chatjük. Na jó, mindjárt átülök hozzá. Egy teljesen jogos felvetés, hogy visszatérve az előző körhöz, hogy van egy ilyen rituáléja, némileg ez kapcsolódóan írja itt a kedves jó, hogy azért nem vonza a villanycigé, mert hogy nincs büdös füstize, szaga, nincs bűnözési hangulata a dolognak. Hát kit mi indít be? Ez szívjon mást az egységi mellett. De hogy? Nem, hogy ti vagytok a dohányosok, vagy te már csak voltál. Én dohányos vagyok. Te dohányos. Én imádok dohányozni. De nincsen benne ez azért, hogy én csak tudod, hogy rosszat teszel a szervezetednek, és azért ez így van. Tehát, hogy tényleg benne van az, hogy végig is bűnözők, de azért van jó. Tehát, nekem semmi lelkiismeret furdalásom nincs, semmilyen nincs meg, amikor dohányozom. Nagyon szeretek dohányozni, minden alkalmat megragadok, hogy rágyújthassak, én ezzel így vagyok. Én is így vagyok ezzel egyébként, bár ugye már nem vagyok dohányos, de még csak 3 év telt el, úgyhogy azért még emlékszem ezekre a dolgokra. Dohányos vagy, csak 3 éve nem gyűjtöttél rá. Igen, ugye ahogy mondani szokás, nincs leszokott dohányos. Mindenki dohányos marad egy életre, legfeljebb nem gyújt rá valóban. Én is úgy voltam, mint Gábor, hogy imádtam dohányozni. Tehát maga a füst leszívása, a kifújása, az egész hacacári, egy gondolkodós pillanatban eregetni néhány pamacsot, abszolút imádtam ezt az egészet, amit én nem imádtam, az a gondolat, hogy így a végén, a 20. év utolsó néhány évében én napi négy dobozzal szívtam. És mennyi? Négy? Kemény vagy. Egy nyugodt napon 4. Egy bulizós pókeres estén mondjuk 8. Tehát hoppász. A világ összes cigarettáját el tudtam szívni kvázi egy nap. Tehát nem túlzott. Na de és ez miért zavart? Ez azért zavart, mert... Sok pénz. Hát figyelj, én most 36 éves vagyok, 3 évvel ezelőtt 33 voltam, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy mondjuk hol leszek 10 év múlva. Tehát most hol? 20 év dohányzás után azért már éreztem a torkomban a reggeli gombócot, a lépcsőn fölmenést, a rengeteg kőgést, az összes többi ilyen dolgot. Állandóan sárga volt a körmöm azon a kezemben, amin a cigit fogtam, büdös volt az összes ruhám.
csüngött a nikotin otthon a lakásban a függönyökről, tehát egy nagyon kellemetlen dolog volt, de amiben belegondoltam, az leginkább az volt, hogy nem szeretném a vélhetően nagyon rövid életem utolsó 10 évét egy gépre kapcsolva, lélegeztető gépre kapcsolva tölteni. Na, de akkor mégiscsak előtt ez a bűn. Pontosan. Bűn, én nagyon szeretek dohányozni, de nem szeretnék belehalni, és erre volt egy rendkívül jó alternatíva az elektromos cigaretta. Visszatérhetnénk még egy kicsit a jogi szabályozásra. Hogyne. Mert amennyire én tudom, azért az itt Magyarországon, tehát nem finoman fogalmaztam, amikor azt mondtam az előbb, hogy van néhány anomália. Itt elég egész durva dolgok vannak, mondhatni, hogy majdnem alkotmány ellenest mondtam. Majdnem alaptörvénybe ütköző, vagy akár abba ütköző dolgok történnek, vagy történtek az elmúlt években. Hát ahogy félig ebbe belekezdtem az elején, tehát az EMMI, a GEMSI törvény értelmezése alapján felszólította a NAB-ot, hogy akkor most kezdje meg a boszorkány üldözését, és ugye arra hivatkoznak, hogy a nikotin egy farmakológiai anyag, tehát hatással van az élettani folyamatokra, és innentől kezdve minden, amiben nikotin van, az gyógyszernek minősül, ergo gyógyszergyártói engedélyt kell hozzá. Ez a Snickers csokit is betűzhatnák, na? Én mindjárt megmutatom, melyik gyógyszert szívom, nem akarom reklámozni, ezzel nem mondom be a nevét, de nektek megmutatom. Ez a gyógyszerem. Tüdőrák TM. Csúnya kép van a hátulján. Szóval ez farmakológiai termék? Ez egy farmakológiai termék, ez csak azért nem kötik azt a kis dobozt gyógyszergyártói engedélyhez, mert külön törvény alá vonták, uh-huh, mint dohányterméket, egyedül erről van szó. Hogy száraz dolgokat is mondjak, egyébként a gyógyszertörvény az kicsit zanzásítva úgy szól, 2 darab fél passzusa van, hogy gyógyszer minden az a farmakológiai hatással rendelkező dolog, amit diagnózis felállítása, kondíció módosítása és gyógykezelés stb. Ilyek miatt használnak. Na most ők nem is egyszerűséggel elfeledkeznek erről a második kitételről, a célhoz kötöttség elvéről, és innentől kezdve gyógyszer minden, ami farmakológiai hatással rendelkezik, például a tiszta levegő, a só, a víz. Igen, pont eszembe jutott egy csomó dolog van, ami farmakológiai vagy élettani hatással rendelkezik. Igen. Ha túl sok vizet iszol például, akkor béka nő a hasadban. Azt akartam mondani, hogy halálos a víz egyébként, tehát ilyen csúsztatásokkal sok hülyeséget össze lehet hordani. Na de alapvetően innen indult ez az egész történet, hanem ugye megkezdte a boszorkány üldözését, és elkezdett akkor még szabálysértés, gyógyszerrendészeti szabálysértés keretében bíróságra citálni forgalmazókat. Azóta ugye volt a BTK-ban egy változtatás, ami nevesítette a gyógyszerhamisítás büntetét, innentől kezdve már nem szabálysértési eljárás, hogyha valakit ilyesmivel vegzálnak jogtalanul, hozzáteszem, ez az én véleményem, hanem büntetőjogi felelősségre vonással jár. És ennek a kapcsán volt szerencsém nyomon követni az egyik forgalmazónak a perét, és nagyon érdekes volt egyébként az összes többi ilyen per is, tehát itthon szakértő tanú nincsen. Ebben a témában nem lehet szakértő tanút fölhajtani, mert mindenki függőségi viszonyban van az EMMI-től, az iparáktól, a gyógyszercégektől, vagy a közegészségügyi intézményektől, és nem lehet tanút kapni, egész egyszerűen nem mennek el. Innentől kezdve meg elég nehéz lefolytatni egy eljárást. Így aztán oda jutott ez az ominózus per, illetve eljárás, hogy a már korábban említett dr. Farszalinosz kellett Görögországból felkérni, hogy legyen szíves, és akkor legyen már szakértő tanú a kérdésben. Össze is állította a kis anyagát, megküldte a bíróságra, és ennek következtében a bírónő végigvette az egészet, és levezette, hogy alapvetően pusztán egy farmakológiai hatással rendelkező anyag megléte miatt nem lehet egy terméket gyógyszernek nevezni, és alapvetően, hogyha az alaptörvényt is figyelembe vesszük, akkor egy jogszabályt úgy kell értelmezni, hogy az összhangban legyen a közjóval, a józanésszel, a közérdekkel, és ezzel is szembe megy a gyógyszerként való kezelés, mert hogy akadályozza, hogy rászoruló emberekhez eljusson, és javíthassanak az életminőségükön, stb. Innentől kezdve, tehát pusztán az alaptörvényből levezetve, ez nem így van, nem gyógyszer a nikotintartalmú elektromos cigaretta. Ennek aktualitása is van egyébként, az EMMI kezdeményezésére most egy ilyen
bújtatott módon megpróbálnak átvinni egy törvényjavaslatot, ami még egy ilyen vázlatos fázisban van. Ők ezt úgy azt sütötték rá ott az emmiben, hogy ez az EU-s dohánydirektívának a honosítása lenne, ami egy háromoldalas direktívát elintéztek, illetve az e-cigire vonatkozó részek kvázi háromoldalas, ezt az egészet elintézték egy mondatot. Ez egész részletes, nem? Igen, igen, nagyon-nagyon sok aspektusát szabályozza az elektromos cigarettáknak. Ők ezt egy mondattal elintézték, azt kívánják belecsempészni a gyógyszertörvénybe, hogy a nikotin tartalmú elektromos cigaretta gyógyszer pont. Tehát ez egyrészt édeskevés ahhoz, hogy annak nevezzük, hogy az EU direktívának a honosítása, másrésztről ezzel szerintem szentesíteni próbálják ezt a jogilag igencsak aggályos felállást, ami két éve megy itt a forgalmazók vegzálásával. Úgyhogy ez van most itthon. Na, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, és derítsük meg, hogy kik a háttérhatalmak, kik mozgatják a szálakat, kiknek nem áll érdekében, hogy itt boldog, elcigiző társadalom. És kiknek áll, az is, jó? Hát az, hogy kiknek áll, azt tudjuk kik. Áll, igen. Szóval miért van ez az a kormányzati adminisztrációs, stb. Ellenállás? Hát ha megnézzük ennek az egész történetnek a szereplőit, akkor ugye itt vannak az elektromos cigaretta, vidám elektromos cigaretta felhasználók, mint én, és még sokan mások. Minden egyes elektromos cigarettázó, aki elkezd nem dohányozni, az elkezd nem dohányterméket vásárolni, ergo komoly csengő forintokat vesz ki az államháztartás remélt bevételéből. Egyrésztről ez. A másik, ami egy érdekes dolog, egy nem jut eszembe az úriember neve, de az ilyen dohányzás szabályozás kérdésben egy amerikai nagy arc, ő mondta azt, hogy az elektromos cigarettában megvan az a potenciál, hogy 10-20 éven belül teljesen elavulttá tegye a dohányipart és a dohányzás magát. Tehát ha ezt hozzáveszünk, és belegondolunk abba, hogy ezek az intézmények, mint például az OFI itthon világszerte, az összes megmondó, közegészségügyi megmondó emberke és tagszervezet, akik részt vesznek a szabályozásban, ők alapvetően mind a dohányzásból élnek. A dohányzásból élésnek két nagyon szomorú aspektusa van. Az egyik aspektusa... Trafik tulajdonos? Nem a trafik tulajdonos, akkor három, igen. Hát a dohányosokból élésnek kettő darab szakasza van, az egyik, amíg még dohányzik az ember, és ebből jön a bevétel. A másik meg az, amikor ez a dohányos már nagyon beteg, és irgalmatlanul drága orvosi kezelésre szorul az élete utolsó szakaszában, tehát itt akkor már bele lehet keverni a gyógyszergyártókat is, ami egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert a nyár elején jutott ki az egyik nagy gyógyszercégnek egy belső levelezése, amiben pont az EU-s szabályozáson dolgozó Európai Bizottságnak írtak figyelmeztető memókat, hogy nagyon kell vigyázni ezzel az elektromos cigarettázással, és szóról-szóra ott vannak benne azok az érvek, amit azóta ezek az emberkék szajkóznak. Hello, szia, jó reggelt, adásban vagy. Hello, sziasztok, Renocs vagyok. Azt nem értem igazán, hogy miért nem lesz például gyógyhatású készítmény, mert ugye a gyógyhatású készítményt azt más is árulhatja, mint gyógyszer. Tehát, hogyha ők úgy gondolják, hogy van ennek gyógyhatása, attól még ugye egy csomó vitamin, vagy táplálékkiegészítő, vagy bármi, azt minden gyógynövényboltban, rossz ma, stb. Drogériában, és még nem tudom még hány helyen lehet kapni. Erre mit gondolsz? Az elektromos cigarettának nincs gyógyhatása. Tehát ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy... Nem erre gondoltam, hanem azt mondanánk, hogy ha nem vágod egy téglával térden magad, annak jótékony hatása van. Igen, de ettől még a tégla nem gyógyhatású termék. Én értem. Tehát, hogy mondom, a vitaminoknak is elég áttételes a hatása. De szerintem... Valamikor még kimutathatatlan is, de tulajdonképpen nem rossz. Hát egyszerű. Általában, és mondjuk a prevencióra lehetne hivatkozni. De Renocs, figyelj, azt szerintem... Ki is lehetne húzni az ő érvelésüknek a fogát. Tehát ez egy ilyen kompromisszum is lehet. De ha egyszer be akarnak valamit tiltani, akkor úgyis megtalálják a módját. Jó, igen, értem. A probléma az, hogy... Ez olyan szép, hogy olyasmi gyógyhatásunknak minősül, aminek nagyon nehezen lehet kimutatni.
a hatását, ellenben... Gyógyhatáson, megesküszünk rá. Tessék? Meg kell esküdni rá, hogy gyógyhatáson. Jó, csak érted, tehát úgy jöttem, a forgalomban lévők között is nagyon kétes dolgok is vannak, és akkor amikor nem sikerül gyógyszerként valamit minősítetni, akkor hát végül is ehhez fordulnak, hogy lehessen kapni, nem csak gyógyszertában lehet akkor kapni, mindegy, csak ez utott eszembe, hogyha már ennyire kötik az ebet a karóhoz, tényleg elég hülyé hangzik, hogy ez gyógyszer lenne, tehát én is ezt gondolom, csak gondoltam, hogy ez például egy lehetőség lehetne, hogy nyilvánvalóan látszon az ő furcsa szándékuk. Na, csak ezt gondoltam. Na, hello! Hello, köszönöm! Persze, hát, hogy ha segíteni akartak volna, akkor... Igen, az a különbség, hogy a betelefonáló pozitívan közelíti meg, hogy hogyan lehetne ezt rendesen terjeszteni, a szabályozók pedig nem, ők az úgy közelítik meg, hogy hogyan lehetne ezt ellehetetleníteni. Külföldi helyzetről tudsz mondani dolgot? Igen, tudok. Tehát megszületett ez év elején az EU évek óta görgetett dohány direktívája, ami foglalkozik az elektromos cigarettákkal is, ami egyébként egy nagyon-nagyon rosszul sikerült szabályozás lett, és nincs túl jó hatással az elektromos cigarettára, bár fontos hozzátenni, hogy eredetileg úgy akarták az Európai Parlament elé vinni, az volt a javaslat, hogy az elektromos cigaretta gyógyszerpont. Hál' Istennek. Amikor ez kiderült, akkor rengeteg ECIG is aktivizálta magát Európa szerte, és írta az EP képviselőjének, és ezzel sikerült néhány Európa parlamenti képviselőnek fölnyitni a szemét, hogy hát ez egy igencsak fajsúlyos kérdés, és nem ennyire egyszerű. És ezzel eljutottunk oda, hogy amikor ez az EP elé szavazásra ment, akkor ezt nemes egyszerűséggel leszavazták az EP képviselők, és akkor visszament a tervező asztalhoz az egész, és ekkor történt a hatalmas trógerság, mert az Európai Bizottságnak az ezzel foglalkozó szekciója, az bevonult az zárt ajtók mögé, beinvitálta még nem jut eszembe annak az EU szervezetnek a neve, de alapvetően a szakminisztériumoknak a képviselőinek a csoportja, tehát az EMMI, stb. Tehát ezek a holmik. A dohány lobby emberei? Én ezt így nem én mondtam. De hogy beinvitálták, inkább gyógyszerlobbit mondanék. Igen. Ezeket az embereket beinvitálták, és összedugták a fejüket, és csináltak egy ilyen elképesztően szörnyű Frankenstein monstert ebből a dologból, és ahol még néhány vékonyka józan hang egy kicsit még tudta visszahúzni értelmes irányba, úgyhogy egy ilyen jó is, nem is, de alapvetően nagyon nem pozitív szabályozás született, amit kellene honosítani ugye itthon is 2016-ig és Európában mindenütt. A probléma ezzel a szabályozással, hogy nagyon ne mélyüljek bele, az, hogy rendkívüli módon korlátozza az eszköznek a terjedését, tehát betiltaná ezeknek a reklámozását. Na most, ha adott egy termék, ami úgy tudja leginkább a népességre gyakorolt jótékony hatását kifejteni, hogy az emberek ezzel találkoznak, tehát hogyha valami be van tiltva, hogy ne reklámozhass, és nem találkozol vele, akkor mégis honnan fognak ezek az emberek hallani róla, akik most dohányosok és szükségük lenne rá. Hát igen, ez... A másik ilyen, hogy engedélyt ad a tagállamoknak arra, hogy betiltsák a határokon átívelő kereskedelmet. Tehát az online kereskedelmet. EU-n belül. EU-n belül, tehát ez konkrétan EU alapelvekben ütközik ez az egész. Egy angol cég, egyébként egy angol elektromos cigaretta forgalmazó és gyártó cég indított is az Európai Bíróságon egy keresetet. Simán szerintem, mert ez valószínűleg meg kell, hogy nyerjék ez. Csak érted, közben is évek telnek el, és emberek halnak bele a dohányzásba, tehát ez van egy ilyen szomorú oldala is a dolognak. Ezen kívül még az EU szabályozása rengeteg blödséget tartalmaz, például nem lehet 10 ml-nél nagyobb kiszerelésben kapni majd utántöltő folyadékokat. Ez egy 30 ml-es, ami most itt nálam. Kedvesen 30 ml, ez körülbelül egy nagyobb varrógép olajozó egység. Igen, nagyjából. Tehát ezzel például azt érik el, hogy sokkal több szemét képződik, és én mondjuk egy 20 vagy 80-100 ml-t elfogyasztok egy héten, tehát ahelyett, hogy vennék három ilyet és ellennék, vagy vennék egy 100 ml-t, most 10 kis pizbat kell. Nem tudsz ilyet házilag csinálni, otthon főzni magadnak ilyen? Tudsz ilyet keverni alapvetően, lehetséges otthon keverni utántöltő folyadékot, indítatás kell rá, bennem annyira nincsen meg az indítatás. És mi van a országok határokon belüli forgalmazással?
Hát a határokon belüli forgalmazás... Oké, hogy majd nem le... Tehát ugye most a direktív azt mondja, hogy... Online nem tudsz rendelni külföldről. Igen, de amúgy... A direktíva kimondja azt is, hogy 20 mg per milliliter erősségig forgalmazható a nikotinos utántöltő folyadék. És betiltható? Nem tiltható be. Úgy fogalmaz a direktíva, hogy a tagállam saját hatáskörében, amennyiben jogilag bizonyítani tudja, hogy a nikotinos elektromos cigaretta és tartozék gyógyszer, akkor minősítheti azt a határon belül gyógyszernek. De ez aha. Nagyon fontos, hogy ez úgy értelmezendő, ez nem azt jelenti, amivel most az EMMI próbálkozik, igen, hogy utólag becsempészük, hogy mi most azt mondjuk, hogy gyógyszer, és akkor megfelelünk a kritériumnak, hanem ezt jogi úton bizonyítani kell tudni, és ugye, mint az előbb említettem, bíróságon egyszer ez már megbukott, hogy nem minősül annak, és egyébként Európa szerte, tehát nagyon sok országban, Németországban, Görögországban, rengeteg helyen próbálkoztak ezzel a hatóságok, hogy gyógyszeré minősítsék, és az ottani bíróságokon rendre megbukott ez az érvelés, hogy a nikotin tartalom miatt ez gyógyszer. Mert hát nem az. Köszönjük szépen, Krisztián, nagyon sok mindent megtudtunk. Ha jól látom, hamarosan fel kell a nemzet. Henteste jobban látsz kifelé. Jönnek már a srácok, ugye? Áll. Akkor én gyorsan program ajánlok, aztán... Jöttök? Integet, hogy jön. Oké, program ajánló következik. Két kiállítást szeretnék ajánlani. Az egyik a múlt héten nyílt meg, a Kazinczy utcában, a Kőleves étteremben tekinthetők meg Kerepesi Molnár Bandi festményei. A kiállítás címe Rövid-rövid, hosszú. Én még nem láttam Bandinak ezeket az újabb képeit, állítólag más stílusban fest, mint ahogy eddig megszokhattuk tőle. Érdemes benézni a Kőlevesbe. A másik kiállítás holnap 19.30-kor nyílik. Puc Dani képei láthatók a Mikatévadar mulatóban. A kiállítás címe Látod apukám, mégiscsak lett egy kiállításom. Egyébként itt ceruza rajzok lesznek kiállítva. Programajánló hangzott el. Búcsúzóul még azt szeretném elmondani, egyrészt nagyon köszönöm, hogy meghívtatok, másrészt azoknak üzenném, akiket foglalkoztat az elektromos cigaretta kipróbálásának a gondolata és dohányos. Edőjön be a médiában terjesztett rémhíreknek, meg ezeknek a blödségeknek, ez egy igenis életmentő, nagyon jó termék. Ki lehet próbálni egészen nyugodtan. Létezik a Villanypára Egyesület, ami a hazai érdekképviselete a fogyasztóknak, felhasználóknak. Villanypára? Villanypára, ezt a nevet kapta a kereségben. Holnapjuk van? Van, igen, ők a Vaperhun érhetőek el, ott rengeteg információt föl lehet lelni. Ezen kívül a Facebookon van egy Facebookos civil szerveződés, az Elektromos Cigaretta Platform Egészségvédő Mozdalom, ami az információ terjesztésre állt rá, úgyhogy nyugodtan tessék ezeket megkeresni, és azokat az embereket kérdezni, akik már évek óta ezzel foglalkoznak. Akkor ezek nem álcivilek? Ezek nem álcivilek. Na tessék. Még norvégok sincsenek közöttünk, ha jól tudom. Ez bárki elmondhatja. Bárki elmondhatja. Bizony. Majd rád küldünk valakit, aki meg is mondja. Jó? Majd megmondjuk. Jó? A fenébe. Na köszönjük, hogy hallgattatok. Következik a nemzeti felkelés. Ez a Tandoori Szalámi volt. Puszi mindenkinek, hallgassátok továbbra is a Tilost. Sziasztok.